Sétáljunk egyet Szarvason, a történelmi ország középvárosában. Induljunk innen a valamikori országunk közepéről, a 30 km hosszan kanyargó holdkörös partjáról, az összetartozás napi országos rendezvények helyszínéről, majd emelkedjünk fel egy kicsit, pillantsunk bele az itt folyó vízi életbe. A holtág vadregényes kiságait lehetőség van kajakokkal, kenukkal bejárni, és természetesen a versenysport is jelen van ezekben a sportágokban. Itt nevelkedett Dombári Bence, Bodonyi Dóra és Kuli István is, akik fémjelzik ma a kajaksportág elitjét. Azok, akik nem versenyezni szeretnének, hanem csak nézelődni, felszállhatnak valamelyik sétahajóra, és onnan gyönyörködhetnek a tájban. A hajóról egyenesen a 80 hektáros arborétumba lehet érkezni, hogy sétáljunk egyet az árnyos fák alatt, vagy csapatépítésként kijuthatunk a Csodák kertjének arborétumban lévő szabaduló szobájából. Innen akár az egész történelmi Magyarországot bejárhatjuk a Mini Magyarország Makett Parkban, ahol nem csupán épületek makettjeit láthatjuk, sétánk interaktív lehet. Tovább lépdelve betérhetünk a Körösmaros vidéki nemzeti parkba, ahol az Alföld őshonos állataival és növényeivel ismerkedhetünk. Folytatva virtuális sétánkat a Magyar Mezőgazdasági Oktatás első iskolájába visszatudtunk, majd abba a templomba, melyet Tesedik Sámuel épített azokból a faanyagokból, melyek a folyón érkeztek a felvidékről. Itt elolvashatjuk annak a 22 felvidéki telepesnek a nevét, akik a törökök dúlása után újra telepítették a várost. Még mindig kicsit a múltban maradva, megnézhetjük az ország egyetlen, még ma is működő szárazmalmát, melynek minden darabja kizárólag fából készült, még a szegek is. Innen a szarvasi kézműves tanyára vezet az utunk, ahol megismerkedhetünk a paraszti kultúrával és díszítő művészettel akár úgy is, hogy közben a kemencéből kikerült szarvasi hagyományos ételek valamelyikét, a kapusznyikát, tvarozsnyikát vagy a szilvalekváros kiflit eszegetjük. A sok-sok látnivaló és séta után jól esik egy kicsit megpihenni és megnézni egy színházi előadást. Télen a Kőszínházban, nyáron a Vízi Színházban tehetjük ezt meg. A páratlan természeti környezetben lévő játékhely estéről estére kínál programot a kultúra minden területéről. Jöjjenek el hozzánk! Legyünk együtt városunk egyik legnagyobb ünnepén, a szilvanapokon, ahol minden megtalálható, ami a szilvával kapcsolatos, a kertműveléstől kezdve a gasztronómián át a kulturális programokig. Mi itt leszünk? Várjuk Önöket!